Tisztelt miniszterhelyettes úr, kedves vendégek, hölgyeim és uraim! Megkérdezhetnék, hogy hogy kerül a csizma az asztalra, hogy kerül egy gazdasági kamara, nem kereskedelmi kamara, gazdasági kamara egy ilyen rendezvényre. Mi a mi szerepünk, jelentőségünk? Hát tulajdonképpen ebben összefoglalhatnám a China Cham szerepét, és megköszönhetném szíves figyelmüket, de nem teszem meg ezt a szívességet, hanem néhány olyan számmal, ténnyel próbálom önöket bombázni, amit eddig esetleg nem tudtak, vagy nem ilyen koncentráltan tudtak. Szóval hogy is néz ki a világ kínai szemmel? Úgy néz ki a világ, hogy van egy Kína, aztán Kína, 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 van egy víz, és a víz után ott van Amerika, azt még hogy nagyjából ismerik, és Amerika után ott ködbeveszően van néhány földrész, amelyik közül egyetlen egy Európa. Az, hogy Magyarország hol van a világban, azt ezen a térképen próbálom szemléltetni. Mi mindannyian tudjuk, hogy azért olyan nagyon nagyok nem vagyunk, 93 ezer négyzetkilométer a területünk. Hogyha ezt összehasonlítjuk Kínával, akkor az övék 9 millió 640 ezer valahány száz, tehát durván százszor akkora, mint Magyarország. És ha megnézzük, akkor alig kisebb, mint az Amerikai Egyesült Államok, és kétszer akkora, mint az EU-28-ak. Mit kell tudni Kínáról? Néhány olyan általános információt szeretnék megosztani önökkel, amelyek nem mindig szerepelnek a sajtóban. Ha megnézzük a lakosságot, akkor magyarországi durván, legyünk optimistán felfelé kerekítve, 9,99 millió, kínai 1,321 milliárd, ez durván 133-szor több, mint a miénk, de ha az USA-ét nézzük, akkor is az USA az 319 millió, a teljes EU népesség 508 millió, tehát azért ott is 2,5-szer nagyobbak. A további számokat megpróbálom elkerülni. Még egyet hadd mondjak el, hogy Kína 23 tartományból áll, mi 19 megyéből, tehát itt majdnem egyenlőek vagyunk. Van 5 autonóm terület, és van 4 önálló közigazgatási egység, azaz tartományos szintű város. Ebbe beletartozik Peking, Tianjin, Chongqing és Shanghai, és ugye természetesen beszélünk a két különleges gazdasági övezetről, Hongkongról és Makaóról. Az, hogy Kína bődületes tempóban, nem tudok jobb hasonlatot használni, bődületes tempóban növekedett az elmúlt 30 évben, az mindenki előtt ismert, ez mára már közhely. De nézzünk pár adatot, amitől az ember tényleg elképed. Lesz olyan, ami rámutat az ellentmondásokra, lesz olyan, amelyik pedig azt mutatja, hogy Kína szinte heteken, de akár hónapokon belül a világ vezető és megkerülhetetlen gazdasági hatalmává válik, hiszen ma is már több mutatóban lehagyja az Egyesült Államokat. Akkor engedjék meg ezt a néhány számot. 2025-re Kínában 10 darab New York méretű város lesz, 5 millió épületben, durván 40 billió négyzetméteren, tehát 40 milliárd négyzetméteren, akár 50 ezer darab is lehet a felhőkarcolók száma. 2030-ra Kínában több lesz a városlakó, mint az USA teljes népessége, és ez durván 350 milliárd embert jelent az előzetes becslések szerint. Jelenleg mintegy 65-70 millió lakásban nem lakik senki, egész városrészek üresek, és ez annyit jelent, hogy durván 200 millió, 200-250 millió férőhely van ezekben a lakásokban. Tessék összehasonlítani az EU népességével, amit mondtam, az 500 millió, tehát ez annak durván a fele. A gazdaságról néhány szó. Kínának már most nagyobb az acéligénye, mint az USA, Európa és Japán együttes felhasználása. Ha Kína eljut az egyfőre jutó olajfogyasztás területén az Amerikai Egyesült Államok szintjére,
akkor még 7 darab szaúd-arábiai olajtermelésre lenne szüksége a világnak, hogy ezt az egyet kielégítse. Már most több keresztény van Kínában, mint Olaszországban, és Kína hamarosan a világ legnagyobb keresztény központjává válik, jelenleg ez a szám durván 54 millió. Ami nagyon fontos, és egy picit már a konferenciához is tartozik, hogy Kínában jóval elfogadottabb az evolúció létezése, mint például az USA-ban. Kínában az emberek közel 75%-a hisz az evolúcióban, ezzel szemben az USA-ban az emberek 43%-a nem hisz az evolúcióban. A kínai internet használók között 5-ször gyakoribb a blogírás, mint az USA-ban. A 2009-es gazdasági válság, ami azért egy paradigmaváltást kellett, hogy hozzon az egész világban, Kínát is érintette, én most nem arról beszélek, hogy hogy ment le a GDP növekedése, egyetlen számot hadd mondjak, hogy a hitelválság alatt a kínai kis- és középvállalatoknak több mint 40%-a ment csődbe, vagy került a csőd szélére. Amiről kevesen tudnak, Kínában naponta átlagosan 275 tüntetés van, kisebb-nagyobb tüntetés. A kínaiak jelentős része szennyezett vizet iszik. Kína adja a világ népességének 20%-át, ellenben a globális vízkincsnek csak mintegy 7%-át birtokolja. A tavak és a folyók 75%-a szennyezett, ugyanez a városok víztartalékait illetően közel 90%. Naponta 700 millió ember iszik ezek szerint szennyezett vizet. Mi, akik itt élünk Európában, Magyarországon, Budapesten, kinyitjuk a csapot, és minden további nélkül iszunk és főzünk. Kínában ez nem lehetséges. Évente mintegy 1,6 millió ember hal meg a rossz levegő miatti betegségekben. Ez, illetve az ez által okozott kár, az több, mint a GDP-nek az 1,6%, annak a GDP-nek, amely mára a legnagyobb a világon. Az előbb szó volt találmányokról és egyebekről, hadd mondjak 3 számot. A Kínában bejelentett találmányok száma éves szinten több, mint 500 ezer darab. Ha ezt összehasonlítjuk például Németországgal, az ott 70 ezer, 75 ezer, és Magyarországot csak nagyon halkan merem kimondani, körülbelül 6-700. Kínában az egészségügy területén 6,6 millió ember dolgozik, és 420 ezeren foglalkoznak közülük az úgynevezett hagyományos kínai orvoslással. Ami nagyon fontos dolog, és a világon szinte egyedülálló, hogy ugye a 3 szintű az egészségügyi ellátás, az állami alkalmazottak, a városlakók, illetve a vidékiek részére külön ilyen ellátási rendszer működik, de a lakosság 95%-a részese ennek az egészségügyi rendszernek, ami példátlan a világon. Most Kína a világgazdaság lassulása miatt, és itt most én hadd ne menjek bele, hogy a tyúk vagy a tojás volt előbb, egy paradigmaváltás előtt van, és ez a paradigmaváltás, ez minden dologra kihat. Hogy is állunk, tessék megnézni a kínai meredek fejlődést. Itt én még annyit tegyek hozzá, hogy ugye Magyarország GDP-je az megegyezik az előbb említett Tianjin GDP-jével. A magyar egyfőre eső GDP az megegyezik Sanszi tartománnyal. Ez azért fontos megemlíteni, ez nagyon kevesen tudják. Van egy hasonló nevű tartomány, és ennek a tartománynak a fővárosa Xi'an, ahonnan a régi Selyemút is indult, a szárazföldi Selyemút, és innen indul az új Selyemút is. A kína-európai kereskedelem fejlődése az szintén legalább olyan ugrásszerű, itt egyetlen egy dolgot hadd mondjak el. A világon egyetlen ország van, amelyiknek többé-kevésbé kiegyenlített a kereskedelme Kínával, ha az exportot, importot vesszük, és ez nem más, mint Németország.
A keleti nyitásról már beszéltek, én egyetlen egyet hadd jegyezzek meg, hogy ez nagyon szerencsésen találkozott a kínai gazdaságpolitika új selyemút, vagy New Silk Road és a One Belt, One Road gazdaságpolitikával, és ezen nagyon szépen lehet tovább haladni. Kína messze van tőlünk, bár az előbb megnyitó beszédében Rétvári miniszterhelyettes úr azt mondta, hogy nagyon közel is van egymáshoz. Nagyon sok hasonlóság van, de mégiscsak más a kultúra. Nem azt mondom, hogy melyik a jobb, melyik a rosszabb, más. Más a kultúra, a kínai kultúra közel 6000 éves, a miénk csak 2000, de azért legyünk rá büszkék. Más az üzleti kultúra, más a tárgyalási kultúra. Más az orvosi kultúra, a gyógyászati kultúra, ugye erről is szó volt. És természetesen más dolgok vezetnek eredményre Kínában, és szeretném itt hangsúlyozni nagyon röviden, hogy Kína nem egy rövid távú befektetés. Kína hosszú távú befektetés. A gondolkodásmódok is változóak. A kínai vállalatirányítási modell is teljesen más, mint a magyar. A kínai tárgyalási stratégia is más. Itt egyetlen egy dolgot szeretnék kiemelni, kettőt. Az egyik a tolmács szerepe. Mindig fontos a tolmács. Ezen a konferencián is nagyon fontos a tolmács, és itt szeretném neki megköszönni ezt a néhány diát, amit most bemutattam. Nagyon fontos az, hogy a tárgyaláson olyan érveléssel álljunk elő, és olyan módon érveljünk, hogy ne veszítsük el a saját arcunkat a kínai partner előtt, és feltétlenül törekedjünk arra, hogy a kínai partner se veszítse el a saját arcát. Nagyon fontos ez a bizonyos Kuangchi, és ez a kapcsolat. Nem tévesztendő össze ez a kapcsolat a korrupcióval, ez a kapcsolat, ez tényleg arra vonatkozik, hogy a kapcsolati tőkének, az ismerettségnek, a bizalomnak rendkívül nagy szerepe van a kínai gazdasági kapcsolatokban. A világ GDP-ének körülbelül 50%-át három ország állítja elő. Az egyik az nem ország, hanem gazdasági térség, a másik pedig majdnem egy földrész. Tehát az EU, az USA és a Kína. Ha ehhez hozzáveszem Indiát és Japánt, akkor ez 75%. Így nem csoda az, hogy a Forbes listán is a leggazdagabb kínaiak közül egyre többen szerepelnek. Nagyon fontos az, hogy kihasználjuk a kapcsolatokban és az egészségügyi kapcsolatokban és a szinergiákat. És én itt hadd mondjak egy szót, az előbb nagyon örültem, amikor meghallottam azt a szót Fényinétől, hogy egészségipar. Szóval én szeretném azt mondani, hogy az egészségturizmusnál az egészségipar a sokkal komplexebb. És nekünk arra kellene törekedni, hogy egy egészség gyógyászat köré kapcsolódó olyan ipart építsünk föl, amiben benne vannak a szállodák, benne van a kultúra, benne van sok minden más egyéb, és ezt próbáljuk meg a szomszédos országokkal közösen tenni, és használjuk ki azt a szinergiát, ami a szintén említésre került a kínai megelőző orvoslás és a magyar balneológia, a magyar termálvízkincs hasznosításából egy közös gondolkodás eredményeképpen kialakulhat. Én úgy gondolom, hogy tulajdonképpen ez a magyar-kínai gazdasági kamara elsődleges szerepe, információt adjon, kapcsolatot teremtsen, kapcsolatokat segítsen létrehozni, kapcsolatokat próbáljon megtartani. Úgyhogy én ezzel köszönném meg a figyelmüket, és azzal, hogy miután Kínában csak és kizárólag a gazdaságra korlátozni a kapcsolatot nem lehet, ezért foglalkozunk mi sok mással, ezért foglalkozunk oktatással, kultúrával, létrehoztuk az egészségügyi tagozatot, létrehoztuk az oktatási tagozatot annak érdekében, hogy előbbre tudjon menni a két ország gazdasága a közös haszonra. Köszönöm szépen a figyelmüket!